Molnár Jánossal, Berekfürdő polgármesterével beszélgettünk arról, hogy milyen szezonra számítanak az idei évben, hogyan indult be a fürdő gyógyászati részlege, és milyen a szállások telítettsége. Ahogy a polgármester elmondta, kezdetekkor a vendégeknek csak is a vízforgatós medencéket lehetett igénybe venni. Mostanra viszont megteltek a strand gyógymedencéi, és megnyitották fedett medencetereiket is. Mint elhangzott, nagyon várják a látogatókat, és bíznak az időjárás kegyességében is. Most már nagy örömmel mondhatom, hogy minden medencénk működik. Kezdetén még csak a vízforgatós medencéket lehetett használni, de most már minden medence működik, a kinti gyógyvizek is, a benti fedett téri medencék is. Úgyhogy most már nagy örömmel és nagy reménységgel várjuk a fürdőzőket. Az időjárás a kezdetén nem volt a legkegyesebb hozzánk, de most az elmúlt hétvégén már az is nagyon jó volt. Az, hogy mint ahogy most is volt egy kis eső, ez azért nem riasztja el nagyon a vendégeket, és úgy néz ki, hogy reménység szerint ezt a szezont most már a régihez hasonlóan tudjuk vinni. Legalábbis így várjuk a vendégeket. A polgármester azt is elmondta, hogy az idei évben nem várható áremelés a belépő jegyek tekintetében, és a bérlettel rendelkezők pedig kompenzációban fognak részesülni a kiesett időszak miatt. Jegyárakban nem történt változás, tehát semmiképpen sem drágítunk rajta. Pár dolg indokolná ugyan, de semmiképpen sem lesz jegyáremelés. A bérleteseknél őket valóban érte egy olyan hátrány, hogy volt egy hosszabb időszak, durván 3 hónap, amikor nem tudták használni a bérletüket. Itt mindenképpen valami kompenzációt azt fogunk alkalmazni, beszéltünk már erről, a fürdővezetésével is, testületi ülésen is beszéltünk erről. A konkrét dolgot azt majd később tudjuk kialakítani, amikor már kicsit jobban látjuk, hogy hogy alakul a szezon, visszajön a vírus egyáltalán. Ezektől azért függ az, hogy akik megvették a bérletet, nekik is mi lenne a célszerű. Mert most azt mondjuk, hogy megnyújtjuk, de akkor jön a vírusos időszak, akkor megint nem szerencsés. Tehát lesz valami kompenzáció, de pontosan, hogy micsoda, azt majd később fogjuk meghatározni. Stábunk azt is megtudta, hogy a település szállás helyi megnyitottak, és a megfelelő óvintézkedések betartása mellett üzemelnek. Nálunk a szálláshelyek azok legalább szállások, hogy jól működjenek, az legalább annyira fontos, mint a fürdő, hiszen az itt alvó vendégek is már a fürdő miatt jönnek, fürdőbe mennek. Ez nálunk egy nagyon fontos vendégréteg. A szállások is megnyithattak, minden szálláshely megnyithatott. Ott is megvannak ugyanúgy az előírt, és ha nincs is minden előírva olyan szigorúan, akkor is a szálláshelyek úgy látom, hogy tartják a korábban előírt dolgokat, odafigyelnek nagyon a vendégekre, tehát ott is azt látom, mint a fürdőnél is, hogy a fertőtlenítések, akár korlátok, kilincsek, olyan felületek, amiket gyakrabban megfognak a vendégek, azokat fertőtlenítik gyakrabban. A kézfertőtlenítés az továbbra is nagyon fontos a belépéskor, hogy legyen meg a lehetőség. Ahhoz szükséges szájmaszk használata, bár azt már egyre kevesebben használják. Ezekre mindenki odafigyel, de minden szálláshely megnyithatott. Ott, ahogy figyelem és érdeklődöm, most még nem éri azt a szintet, ami ilyenkor elvárható, sőt, az előrejelzések szerint nehéz ezt megsacolni, de mindenki úgy gondolkodik, hogy a korábbi éveknek talán a 80%-a, ha az megtelik ezután, akkor már az jó, jónak mondható. Nyilván annak örülnénk, hogyha 100% vagy akár még fölötte lenne, mint a korábbi évek volt, de azt gondolom, hogy a realitás az nem lesz, hanem inkább egy 80%-os korábbi éveknek a 80%-os látogatottsága az, ami reálisnak tűnik, hogyha nem lesz egy erősödő vagy egy második hullámos vírushelyzet. A polgármester arról is szólt, hogy a fürdő gyógyászati részlege a vártnál nagyobb látogatottságnak örvend, és emellett arra biztat minden érdeklődőt, hogy próbálja ki a Bereki strandot, és ezt követően látogasson el a környező települések látványosságait feltérképezni.
ez érdekes, hogy a gyógyászat jobban beindult, mint a többi rész. Tehát ott már majdnem olyan szinten van, mint korábban. Ott sincs, de a gyógyászat egészen jól beindult. És ez nagyon nagy öröm számunkra. Nyilván megvan ennek az oka is, hogy itt kimaradt azért legalább 3 hónap, és akik akkor szerettek volna jönni, most igyekszenek ezt pótolni.